Na, hoztok szóval gyerekek, üdvő csatórán! belevilágít a szemembe a napsugár. Na, megint az, megint marha spontán sikerült elkezdenem ezt a videót, vagyis komolyan megnyomom fel. van itt egy ilyen gomb, hogy a felvétel indítása, és akkor, akkor jut eszembe, hogy hú, kellene mondani valamit. Na, Uh, annyit akarok mondani, hogy megnyílt a webshopom, micsoda komoly dolog uh, Igen, egyébként megnyílt a webshopom Hát most ilyen 50 ezer feliratkozó után úgy gondoltam, hogy akkor miért ne legyen nekem is Egyébként már kérdeztétek ti is, hogy uh, Paulót, meg ilyesmit lehet-e, meg hogy lehet-e Megnyitottam, szeretném megmutatni nektek uh, Aztán eldöntitek, hogy kölle vagy nem-e kölle a keeper Na. Keeper webshop, itt van -e ugye egy link, meg a leírásban is ugye benne lesz majd a link ezután, meg ennek a videónak a leírásában is, és akkor ez a oldal jön be majd, hogyha ezt így megnézitek, megnézitek, na, jó van, nem tudom milyen hangulatban vagyok, egyébként körülbelül egy olyan 36 órája nem aludtam, egész éjszaka nem aludtam, most van dél, de ez, ez előtt éjszakos el aludtam, meg az előtt éjszakos, és egy kicsit lehet, hogy tényleg ilyen összeszedetlen vagyok, na, figyeljetek, figyeljetek, gyerekök, itt vannak a dolgok. Na, itt vannak, vannak paulók, uh, mutatok egy-két paulót, jó? Link megnyitása új ablakba, és akkor izé, a, milyen érdekesebb, mármint ami, ami ilyen uh, színbetűnőbb. Ahu, nekem ez nagyon tetszik. Na, uh, fekete póló, egérpad van. Na, ezt megmutatom, ezt a csácsúmi Paulót pólót. Uh, van ilyen fehérbe, így rákattolsz, ugye rámész a webshopra, kiválasztod a terméket, tudsz olyat is, hogy ugye méretet tudsz választani, de ezen belül, hogyha van itt egy mérettáblázat, tehát meg tudod mérni magad, hogy mondjuk az MS-nek itt mennyinek kell lennie, egy másik poldot meg tudod mérni, érted, és akkor ki tudod választani, szóval. Nagyon frankó, és egyébként Fruit of the Loom márkájú, ami mi baromi jó márka, nem tudom, aki ismeri, azt tudja, hogy ez egy ilyen iszonyat elnyújhetetlen nagyon fasz a márka, nem nyúlik, nem veszt itt a színéből még öt év múlva se, szóval ez tényleg egy nagyon frankó. Hogyha, igen, 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 és akkor itt tudod megvenni, ennyi az egész, nem valami nagy cucc. Ö, van ilyen, hogy csácsom és ötészt a csokoládé és traktorkerék, hát ez aztán annyira frappáns lett, de egyébként szerintem baromi jó, főleg ezzel a betűtípussal, de ö, ez a poló nekem tudjátok, mi betetszik ebbe a kekibe és ilyet biztos, hogy fogok hordani. Ez a, ez a, nem, nem ez a, ez, egy keki, ez a, sivatagi, ez tudod, tudjátok, sivatagi keki, ez barom jól néz ki, nekem nagyon tetszik. Üh, mi volt még? Ja, meg van fehér poló logóval, vannak ilyenek, ugye ez van színesbe is, meg van mindenféle színbe. igen. Még egy-kettő dolgot esetleg megnézhetünk. De ott a link a leírásban is át tudjátok nézni. Van feketében is ugye ilyen keeper logós. Ja, van egérpad van egy érpart, új a lapon nyitom meg, hogy ne kelljen azt bezárnom. van gyerek Paulo, Paulo, és van női. A női cuccok, azok nagyon-nagyon szerintem tök jó sikerültek. kacsaláb. Ezért találtak ki ezt a mintázatot itt az elejére. Ilyen reúzsás, keeper felirat, és ugye nincs háttere, mert ilyen tök jó. Nőibe van egyébként uh, Gilden márkájuk, ez is egy jó márka, gondolom vágja mindenki. Uh, Nőjében van vényakú, van csónaknyakú, van sima úgyhogy van ilyen ö, túlméretes, tudjátok, ami így a csajoknak mondom, így lelóg a váladon félig, és az ilyen tök ilyen lezser, olyan fajta is. Van egérpad, az így néz ki. Ilyen frankó. Ö, ja, van, van ez a logós ugye mindenféle színbe. És arra figyeljetek, hogy általában a poloknál tudjátok választani a szint is. Tehát itt van például, ez igaz, hogy szürkében van itt megcsinálva, de tudsz választani egy csomó fajta szín közül. Látod, narancs, meg rózsaszín. Szóval ezt figyeljetek, minden termék, nézzétek, tök jó sok Minden terméknél van olyan, hogy ezért. nem minden terméknél, de a termékek 90%-nál van olyan, hogy hogy választhatod a színét. A nőibe is például. Na most végignézzük még mi van. Ja, vannak tokok, de iPhone-okra vagy csak. iPhone 7, 8, 6, 6 s meg mit tudom, 5, 5 s 4, 4 s azokra vannak tokok, ezek, ezek, is tök jól néznek ki egyébként szerintem. Na hát az új lapon kellett volna ennyit, nem? Na? na mindegy. Ezek is szerintem frankok. Uh, ugye itt is választhatsz, hogy a izének a, a alapszíne, ugye keretnek, a, van ilyen keret, az milyen, milyen színű legyen szóval erre, és figyelj, hogyha gondolod, így néz ki egyébként, és akkor itt lesz rajta ez a minta. Le van írva egyébként minden róluk, szóval a hátlapja például ennek alumínium, ennek a toknak, szóval nem, nem, alumíniumra van nyomva ez a minta, és akkor az, az egy műanyag tokba van benne. Szóval viszonylag, sőt nem úgy viszonylag, hanem ezek tök fasz. Tök frankó, megcsinál termékek, igényesek. Van kitűzönk is. Hogyha tényleg baromira nem akarsz költeni sokat, és mégis kellene valami kipörös cucc. Meg... Ja, van fém kulacs, ez nagyon izé... Nagyon... Franko. Egyébként az árakat, azokat leginkább... 99%-ba a... Maga az alapár dominálja, tehát... Tehát, 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 értitek. Tehát ez mit tudom én, ez, ez azért, azért ennyibe kerül, mert igazából az előállítása, meg maga a termék az ennyibe kerül. akkor itt van a izé, vannak kapucnis pulcsik is egyébként, az is ugye nagyon sok, pul, a pulcsik is választható sz, izé, ö, színűek, ezekre mind figyeljetek, hogy lehet választani a színeket. Oké, okay, itt is például, mm, igaz, hogy fekete kapucnis pulcsiként szerepel az áruházban, de mindjárt meg is mutatom. Mint van, eu ez nekem nagyon, ez is nagyon jó bejön. Ez a keki, ez nekem nagyon az, ez nekem nagyon jön. És itt is ugye, itt is ne felejtsd el, hogy mit tudom én, tud változtatni a színt. Még a kéken belül is van nagyon sok árnyalat. Sky blue. Úgyhogy itt tényleg tudsz válogatni magadnak. Na, Ja, és itt van a pulcsi, és azt hiszem a pulcsiba, a pulcsiba nem lehet választani. És a pulcsiba, de a kapucnisba már lehet szín például. Na, jó, van igazából, ennyi lenne. Mondtam, mondottam, csinálok róla egy videót. Ha van kedvetek, akkor nézzetek be, azt nézzétek végig. Hát tetszik, milyen, mondjatok nyugodtan véleményt róla, kommentekbe, vagy esetleg, hogyha van ötletetek más mintára, ilyesmi, akkor nagyon szívesen fogadom az észrevételeket. Na, hát ennyi lett volna ez a videó. Marhára nem sikerült összeszednem a gondolataimat, Spontánus féle lett, de hát ez van. Na, köszi a figyelmet, csácsomítsa, ezt a... az alja, És néhány kereke A hegyi úszéles Az ifa meg szétes Ikarusz a kasznél, gumia ha -ha, de megy ez az ifa